Köszöntöm kedves nézőinket, ez itt a Pécsi Kör mai műsorunkban. Megnézzük Galacz Petra fotóit, valamint Szántó István Ornamentika című kiállítását. Megemlékezünk a Föld napjáról, és ellátogatunk egy színházi konferenciára is. Végül pedig a programajánló sem fog elmaradni. Tartsanak velünk! Kezdjük egy fotókiállítással. A Vizuális Nevelésért Alapítvány ismét egy fiatal fotóslány Galacz Petra munkáit mutatta be a Csinos Presszóban Beszélő tekintetek címmel. Eleinte telefonnal kezdtem el fényképezni, és sikerült rávennem édesanyámat, hogy odaadja az ő kis fényképezőgépét, és sokáig azzal fényképeztem. Majd megígérték, hogy amikor elballagtam 8. osztályból, hogy kaphatok egy fényképezőgépet, amiről már álmodoztam évek óta, és igazából megkaptam. Hát és azóta fényképezek komolyabban. Galacz Petra az ANK gimnázium 9-es tanulója. A fotózást sokféle forrásból, de leginkább autodidakta módon tanulja. Én jártam a Mecseki Fotóklubba, és oda vittem képeimet, bírálták is, és nagyon sok mindenki segített, hogy mit javíthatok a fotóimon, és igazából ennyi, meg csinálom, és legtöbbször, tehát mindenkinek a véleményét végighallgatom, és utána szűröm ki, hogy ez nekem, hogy miért jó, és hogy hasznos, vagy nem hasznos, és akkor fejlődök évről évre. Petra, mint általában minden kezdő fotós, viszi magával a gépét, és ami megtetszik neki, lefotózza. De már vannak konkrét koncepció, témái is, amelyeket feldolgoz. Van nekem egy barátnőm, és őt szoktam megkérni, hogy van egy aktuális ötletem, és keressünk valamilyen hátteret hozzá, akár itt Pécsen valamerre elmegyünk, és őt is különböző beállításokból fotózom. Nagyon szeretem a fényeket, főleg ha pont úgy megyek az utcán, hogy naplemente van. És sajnos egy csomószor van az, hogy nincs is nálam fényképezőgép, és akkor rettentő szomorú vagyok, hogy nem igaz, hogy nincsen nálam, de legtöbbször ez. Valami árnyékot vett valamire, vagy tehát a fényjátékokat nagyon szeretem. Kiállításának a Beszélő tekintetek címet adta. Úgy álltam hozzá az egészhez, hogy úgy válogassak képeket, hogy valami közük legyen egymáshoz. És hogy ilyenek a Csinos Presszó stílusához. És olyan képeket válogattam össze, amiben látszik, vagy hogy az ember bele tud képzelni az adott állatba vagy személybe valamilyen érzést. Vagy hogy valamit tud közvetíteni a személy vagy az állat. A képeken többnyire állatok szerepelnek, köztük a saját kutyája is. Van a kiskutyámból egy fekete-fehér kép, és annak az a címet adtam, hogy Hűség. És igazából ez a cím is úgy jött, hogy néztem a képet, és a kiskutya tekintetéből látszott, hogy hűséget sugároz. A harci kutyákat ábrázoló képek eredetileg egy másik sorozatába készültek. Csináltam egy olyan fotósorozatot, hogy akiket harci kutyáknak nevezzünk, mert egy csomóan azt hiszik, hogy az ilyen pitbull, meg bull terriernek hívott kutyák, hogy akkor milyen vadkutyák, és én szerettem volna megcáfolni ezt, mert nekem egy nagyon jó ismerősömnek van egy bull terrierje, és vele kezdtem el ilyen képeket csinálni, hogy nem tudom, hogy... Tehát, hogy úgy ábrázoljam őket egy fotón, hogy elgondolkodjon róla az ember, hogy jé, igen, ő a harci kutya meg. Galacz Petra első fotókiállítását június 11-ig láthatjuk még a Csinosban.
Most pedig következzen egy kis színház, de nem egy új előadásról lesz szó, hanem elméleti szinten beszélünk róla. Rendezett tér címmel tartott a konferenciát a PTBTK színházi program szervezésében. Rendezett tér, be, át, szét, megrendezett terek a kortárs színházban és drámában. Ezzel a címmel rendeztek színháztudományi konferenciát a Bölcsészkaron. A Pécsi Színház szakirány sorozatban harmadik konferenciája volt ez. Ennek a konferenciának, tehát a rendezett tér a központi témája, de ez a tér nem biztos, hogy egy színházi épületben kell, hogy megjelenjen, hiszen színházat nem csak épületben lehet játszani. Van utcaszínház, például hogyan kezelik azok a fajta társulatok a teret, akik mondjuk a szabad térben, nem egy fix épületben próbálnak majd magukhoz közönséget oda csalogatni. Tehát nagyon szertágazó a téma, még akkor is, hogyha a cím az viszonylag egyszerűnek tűnik, hogy tér. De hát gondoljon bele mindenki abba, hogy az a tér, amiben ő lakik, ha mondjuk egy panellakásban lakik, akkor azt a teret valaki előre meghatározta, hogy annak milyen legyen a struktúrája, milyen legyen a lépcsőház. Ha valaki építetett magának egy ingatlant, akkor nyilván az építésszel egyezkedett arról, hogy annak a belső struktúrája hogyan néz, hogy milyenek legyenek a közlekedők, milyen legyen a belmagasság. Amikor közlekedünk, mekkora szék jut nekünk, mekkora helyünk van egy buszon, egy repülőgépen, egy vonaton, azt is valaki számunkra megszabta. Ugye? Tehát mindig beleütközünk abba, hogy a tér és a mi testünk viszonyba kerül egymással, és ugyanígy, hogy az emberek interakcióban vannak egymással, az is egy kulturálisan kódolt dolog. Tehát az, hogy különböző kultúrákban milyen testközelséget vagy távolságot engednek meg egymásnak az emberek, mit érzünk irritálóan közelinek, mi itt, ebben a kultúrában, és mit érez mondjuk egy távol-keleti irritálóan közelinek. Tehát nagyon különböző, és ez mind a térrel összefüggő probléma, tehát ennek van lélektani vetülete, van társadalmi vetülete, szociológiai aspektusai. Minket itt most kifejezetten a színházi vonatkozások érdekelnek, ebbe beletartozik az is, hogy mondjuk olyan előadások, amikben média használat van. Tehát amikor filmet, vagy fotót, vagy valami digitális animációt használ egy előadás, tehát behozza az élőtérbe tulajdonképpen a virtualitásnak a terét, hogy a mi életünk is egyre inkább befelé megy el, hogy egyszerre vagyunk fizikailag valahol, és tudatilag meg valahol máshol, amikor logunk egy közösségi oldalon, vagy valamilyen internetes felületen vagyunk, és belelépünk tulajdonképpen egy másik térbe, ha fizikailag nem is. A konferenciát P. Müller Péter költöző, utazó, vándorló terek című előadásával nyitotta meg. Ha nem egy épületen belül történik a színházi előadás, hanem ha visszatérünk az a hagyományhoz, hogy mondjuk vándortársulatok vannak, akik utaznak helyszínről helyszínre. Hát ez volt a színház eredete. Ugye a középkorban, de még az Erzsébet korban is. Tehát ugyan létrejöttek akkor az első színház számára készült épületek, de hát ott is a társadalmak úgy hirdették, amikor publikálták a darab szövegét, hogy a borítóra föl volt írva, hogy hol játszották már azt megelőzően. És akkor felsorolják, hogy játszottak Londonban, meg Cambridge-ben, meg Oxfordban, meg még más helyeken. Tehát a színházi gyakorlat része az, hogy az előadás nem egy fix helyszínre készül, hanem hogy utaztatható. És akkor hogyan lehet létrehozni egy ilyen talált térben annak a színházi előadásnak a feltételrendszerét például. Meg hát azt is tudjuk, hogyha belegondolunk a színház történetbe, hogy itt a fogadótól elkezdve a templom csarnokáig, templomhajójáig nagyon sokféle helyet használ a színház, és igazából ezzel az aspektusával foglalkozom a térnek, hogy amikor nem egy fix színházra épült épületben jön létre előadás, akkor ott annak milyen feltételrendszere van, és ez történetileg hogyan változik. Majd szintén egy pécsi előadó, Rosner Krisztina következett, aki a japán színházzal foglalkozik. 2014-ben a Japán Alapítvány ösztöndíjasaként 6 hónapot töltöttem Japánban, a Tokióban, kortárs japán színházat kutatva, és az látszott, hogy az egyik legfontosabb kérdés ezzel kapcsolatban az az tulajdonképpen a tér szempontjából a legfontosabb, ugye az, hogy van egy olyan terület Japánban, Fukushima, ami sugároz, és ahova nem mehetnek vissza emberek 2011 óta,
és azt próbáltam megnézni, hogy a színház az hogyan, milyen eszközökkel tud segíteni ennek a traumának a feldolgozásában. Az egyik ilyen alapvető konklúzió az, hogy a színház igenis nagyon fontos eszköz a traumakezelésnek, tehát a társadalmi események színházi megvalósítása az nem csak egy luxus, az nem csak az, amit 7-től 10-ig csinálunk, hanem annak a gondolkodása, hogy a közösség akár színházi eszközökkel például nyomást tud gyakorolni, vagy hozzá tud járulni a reorganizációhoz, az nagyon fontos, és különösen abban az esetben, ahol például a közösségeknek kiemelt szerepe van, például olyan esetben, ezt ugye nem akarnám feltétlenül aktualizálni, de az, hogy egy közösség hagyja el, hogy atomerőművek vagy atomerőművek eredményei települjenek a környékre. A konferencia két napja alatt a színházi tér még számos más aspektusára is rávilágítottak az előadók, akik nagy érdeklődést mutattak a téma iránt, hiszen Németországtól Romániáig több mint 30 színházadományokkal foglalkozó szakember érkezett. Szántó István festőművész tavaly végzett a művészeti kar doktori iskolájában, akkor már hallhattuk róla Votív című kiállítása kapcsán. Most a Nádor galériában, Ornamentika című tárlatában összefoglalja eddigi munkáit és új utakat is kijelöl. Ami Pécsen volt, ott három áttört formán volt, ugye Votív címe volt a kiállítás. Most akkor azok voltak a legfrissebbek, akkor indultak ezek az áttört formavilágú munkáim. Most ezek kiteljesedtek, ugyanígy vannak áttört munkák, csak színesedett. Ott azon a kiállításon mindenki azt várta tőle, hogy festőlétemre hozzak színes dolgokat, színproblémák megjelennek a színnel, hogyan tudok dolgozni. Most itt ezen a kiállításon ezt az igényt már tudom teljesíteni, és színes munkába is meg tudom mutatni, ezt az áttört formavilágot színnel hogyan tudom összehozni. Ennek a kiállításnak az a cím, hogy Ornamentika. Szóval, ha egy motívum van kiállítva, az ornamens, de rendszerint ezeket az ornamenseimet, vagy egy mintámat ismétlem szimmetria szabályai szerint. Szóval mindegyik munkában történik egy szimmetria játék. Ez minden napi életünkben ott van ez a szimmetriával játszás, vagy az ornamentika. Például, hogyha a könyvespolcodat rendezed, akkor is a könyveket sorrendbe állítod. Az is már egy ornamentikus rendszer. Ha az autóddal beállsz egy parkolóba, ott is ornamentikáról van szó. Szóval ezt is úgy akarnám sugallni, hogy az ornamentika az egész mindennapi életünkben ott van. Jó, itt következetesen a műtárgyaimnál. De amúgy az élet bármelyik részén ott van ez a rendszerezés, vagy egy tárgyat elrendezünk sorrendben, vagy szimmetrikusan. Amíg teremben vagyunk, itt ez különbözik a másik nagy teremben lévő Votív tárgyaktól. Itt egy új képsorozatomnak jelenik meg, aminek az a címe, hogy Jenő. Jenő 1, 2, 3, 4, 5, 6. Igazán ez egy személyes ügy, igazán ez, ahol lakok, a közös képviselőmnek a tisztességtelen viselkedését, vagy ami engem nagyon zavar mondjuk az emberekbe, azokat a dolgokat fogalmaztam meg, és megszemélyesítettem ebbe a Jenő figurába. Nem annyira rémisztőek a képek, egy grotex formavilág sablonnal, kivágással. Egy Nógrád megyei parasztember, amikor mondjuk csinált egy átütött fatáblát, ott is az életéről beszélt, vagy az életéről akart dolgokat megfogalmazni. Itt is az életemről fogalmaztam meg egy eseményt.
ami a nagy teremben látható meg, hogy bejövünk, az a votív és a vallásos népművészetnek a tárgyi emlékeitből épített munkáim. Ezzel a kiállítással igazán ezt a három évet bemutatom, hogy itt mi volt, és úgy érzem, hogy a votív témát igazán lezárom, és szeretnék egy új irányba elindulni. Most az, hogy a közeljövőben milyen munkákat fogok létrehozni, valószínűleg ez az áttört forma tovább megy, papírkivágás és a színek, és ennek az útnak az első lépése ez a Jenő sorozat. És majd kíváncsian várom azt, hogy a kiállítás után ez milyen utat fog venni. Szóval nekem is izgalmas, hogy igazán Pécsen az eltöltött koncentrált három év, az eredményét itt meg tudom mutatni, és ez majd hogyan fog tovább épülni. Milyen új dolgokat hozhatok. Igazán azt érzem, hogy most már az, hogy a szívmotívumaim, a bábmotívumaim, igazán annyi van belőle, annyiféle módon megfogtam, és ábrázoltam, és kijelentettem dolgokat ezzel a formával, hogy ez már beteljesedett. És ezt a számomra 3-4 évnek a munkáit tudom most itt bemutatni. És ezután kellene egy másik témát találnom, vagy másik problémát, felületeket találni a művészetembe. Szóval itt igazán egy ilyen prezentálás, hogy hova jutottam ezzel a három év alatt és ezzel a témakörrel. Április 22-én van a Föld napja, 23-án pedig a Magyar Nyelv napja. Mi most összehoztuk a kettőt két pécsi szlemmer segítségével. Következzen tehát Bánki Benjamin és Kertfélesi András földnapi szlemje. Ez a kötetlen véleményem a környezet védelmében. Az élet életlen és nincsen véletlen. Ha a Földet felnégyelem, nem marad négy elem, csak a fél elem. Hogyha a világ agyas, egy sokszínű virágágyás, én egy nyelvművelő kertész leszek. A szövegem nem zavar, lenézheted, de itt már nincsenek feltételek, ahogy tudod, óvd a természetet. A magyar ugaron azt ugatom, hogy a helyzet változatlan nyugaton. A környező országok sem jutnak el odáig, hogy írjanak egy merész esszét arról, hogy a természet szép, védjük meg, hogyha majd a Földet lepi rend, legyen happy end, meg éljen sokáig. Mindenen az emberek alakítanak, szóval ne nézzük mindig az anyagiakat. Adja dumámnak akkor is a hanyag igazat. A pénz nem boldog itt, ha szeretsz ingyen, gyűjtsd a barátokat szelektíven. A környezet állandó, öröklom, öröklöm, szóval ne kelljen más miatt könnyemet törölnöm. Körülvesz egy hatalmas méretű kincsestár, amiből ha túl sokat lopsz, a lelkiismeret nevű sittes vár. Mentsd meg a fákat és fogd be a pénzről beszélő pofákat. Itt a tó, nem itt a tó, inkább szennyvíztároló. Vagy te is csak feltöltődni jársz a tóra? Feltöltenéd egy-két szóra? Te bolygódon bolyongó, ne a saját planétádat öld. Ha nem marad egy talpalatnyi föld, hova nyomod majd az ökológiai lábnyomod? Ragadd meg a napot, tartsd elé az ózonpajzsod. Vedd ki a terészed, hisz a természet szabadság. De ne hagyd, hogy az egészet darabokra szaggassák. Környezetvédelem, magyar nyelv kombó. Káromkodhatnék én is, de akkor nem lennék más, csak nyelvromboló. Nem vagyok én tomboló, tulipántaposó, liliomtipró, 30-as tűzoltó, a szövegem sem oltó, csak figyelemfelhívó. Társadalmi célú hirdetés következik. A fajok közül sok fogyatkozik, míg az ember csak pöffeszkedik, több millió pöffékel, a maradék is torokmaró füstre kell. A pörkölt leve egy üstben fő el, míg az ember pálinkázik emelt fővel. Én nem azt mondom, hogy ez rossz, és az a vélemény lehet, hogy megoszt, és a szavam éle mély, de elég, ha szippantasz, full a szénmonox. Míg az ember mondja, mi a panasz, addig a környezet ravasz, száján tapasz, nem beszél, tisztára, mint egy kamasz. És mit mondana? Haló, fájnak a gyökereim? És mit mondanál? Nyugi, én is vágom az ereim.
A tested templom, de a hegy rom, a környezetet sem kezelheted oltalommal, elcsúfított sok hasztalan limlommal, és leihatod magad sörrel, borral, minden jóval, félrefordíthatod a fejed, és rákenheted az előző generációra, csak hogy ne is gondoljak a predesztinációra. Gondolj a jövőre, környezeted ne aprítsd, csak hass, alkos, gyarapíts. Most pedig következzen programajánlónk. Kezdjük ajánlónkat, ahogy szoktuk, a kiállításokkal. 23-án délután 5-kor nyílik Szántó István Ornamentika című tárlata a Nádor Galériában. 26-án este 6-tól láthatjuk majd Arató Zsófia képeit a Nappaliban. Továbbá 28-án érkezik a Városba a Chagall kiállítás, és ugyanezen a napon nyílik három művészeti karos festőművész hallgató több tényező című tárlata is a Zsolnay negyedben, a Kemence Galérián. Térjünk rá a zenei kínálatra. A Nappaliban a csütörtök esti live sorozat most következő fellépője a Wonky Swing Trio és DJ Mango lesz. Szintén 23-án a Zsolnay negyedben az Apostolos koncert sorozatban pedig Csáki András fog zenélni este 7-től. A negyedben maradva 25-én az E78-ban a Buda Folk Bandet hallhatjuk, majd koncert után maradhatunk a táncházra is. 26-án reggeltől estig a Boltok utcáján a kézműves és egyéb családi programok mellett délelőtt 10-kor zenél majd a Philharmonic Brass, majd délután 3-tól egymást váltja a Zsolnay Wind Orchestra, a Tükezzu és a Band of Streets. A Pécsi Estkaféban 24-én Rockstar parádé lesz. Rákóczi Huba 12 zenész társával fogja előadni Huba kedvenc zenéit. Ugyanígy szombaton este megnézhetjük a Balaton Method című zenés dokumentumfilmet, ami utána Kezdet fiai koncert lesz. A Pepitában 25-én 4 pécsi zenekar is fellép, hallhatjuk majd a Torzon Blokkot, az Animals in Space-t, a Pixel Plants-et és a Funk Thomas-t. A Kodály Központban 25-én Liszt és Dante címmel adnak koncertet a Pannon Filharmonikusok, közreműködik majd a Bartók Béla lánykar, Váradi Marianna szoprán énekes és Pusker Júlia hegedűn. 28-án pedig a művészeti karos hallgatók adják elő Offenbach Orpheus az Alvilágban című operáját. És ha már itt tartunk, nézzük, milyen színházi élményekben lehet még részünk. Szintén Orpheus történettel találkozhatunk a Pécsi Nemzeti Színházban is, itt a balettosok mutatják be Orpheus és Eurüdiké című produkciójukat. Továbbá új előadás kerül a Bóbita színpadára is, az Eszkárgó hajója társulatával közösen készítették az Ablak című 14 éven felülieknek szóló előadást, ami nem csak bábjáték, de színházi nevelési foglalkozás is. A produkciót 24-én és 27-én láthatjuk. A Jazzben újra műsoron lesz a Szerelmem majomút 28-án és 29-én játszák. A mozikban két új filmet nézhetünk majd meg. Vetíteni fogják az Adeline Varázslatos Élete című romantikus filmet, valamint vászonra kerül Dr. Százados Miklós kultúr skifije, a Lámpagyújtogatók. Ez volt már a Pécsi Kör, köszönöm a figyelmüket, tartsanak velünk a jövő héten is, addig is szép napokat!